Sziasztok, jó estét, jó reggelt, jó napot, ki mikor nézi. Jutott nekem egy éjszakai műszakmára, amíg el nem kezdek jövő héten dolgozni, remélhetőleg már kedden, hétfőn még nem, azt tudom. Azt még meglátjuk. Na, kaptam új tabletet a gépbe. Nagyobb a kijelzője talán, vagy? Jól néz ki. Na, kattintsuk be a kártyát. Tahográf is csak csodálkozik, hogy valaki belerak valamit. Tudjuk a telefonokat tölteni. Egyébként 8 óra 27 van. 45-kor kell indulnom. De jó, hogy kaptam új tabletet, örülök neki. Az ember örül mindennek, nem? Legalábbis szerintem az a jó, ha tudsz örülni az apró örömöknek is. Végül is ezekből áll az élet össze, nem? Az apró örömökből. Egy almát hoztam estére és éjszakára, meg vizet inni, aztán megnézzük, hogy van-e békám hátul. Egy kesztyű, az mindjárt kelleni fog. Ja, nem mostanában mentek vele a nyomás, ez megint az egekben van, nem baj, ma helyre jön. Megjöttem Bécsbe, megnézem, hogy készen van-e már a 4 palettám. Kész van a 4 palettám, úgyhogy mehetek is felrakni. Na, mesélek nektek egy kis aktualitást, itt a koronavírus helyzet Ausztriában, ugye az lesz, most bejelentették már, hogy hétfőtől a boltokban, amik nem élelmiszerboltok, tehát itt a Hobby, vagy ahol cipőt veszel, Deichmann, vagy mit tudom én, ruhaboltok, ilyesmi, tehát az összes bolt, ami nem élelmiszerbolt, ott csak oltottak, vagy gyógyultak, vásárolhatnak. Ez eddig is így volt, csak nem ellenőrizték igazán, és most az lesz, hogy legkésőbb a kasszáig eljut az ember, akinek nincs ilyen igazolványa, és akkor ott a kasszás az elkéri, el kell, hogy kérje, és hogyha valakinek nincsen, akkor nem vásárolhat. Tehát akkor viheti vissza azt a cipőt, vagy azt a kabátot, amit venni akart, és nem vásárolhat a boltba. Valamint megerősítették, hogy februártól kötelező lesz az oltás, február 1-től, úgyhogy nem fog ez semmi akadályba ütközni, azt mondták. Valamint, hogyha nem tartható a 2 méteres távolság valami oknál fogva, akkor 2 maszkot kell hordani, valamint kültéren is kell a maszk.
megelőzött ez a busz, de miért nem megy most? Szóval kültéren is kell maszkot hordani, hogyha nem tartható a 2 méter távolság. Úgyhogy ezek most az új hírek koronavírussal kapcsolatban. Ja, meg azt kifelejtettem, hogy lerövidítették 6 hónapra a védettséget, tehát akinek van 2 oltása, eddig úgy volt, hogy egy évig, akkor nyugton lesz, béké lesz hagyva. Ezt lerövidítették 6 hónapra, és azt írta még így a cikk, hogy gyakorlatilag évente 2-szer kell, hogy oltasd magad. Tök durva, hogy csináltak valami beállítást az autón, és teljesen eltűnt ez a kerepelő hang, azért ennek rohadtul örülök. Hallgassátok? Semmi. Szép hangja van. Tök jó. Na, végeztem Enzdorfval, lerakottam nekik az újságokat. Akkor most megpróbálkozunk újra egy tankolással. Ugye múlt héten nem sikerült. Úgyhogy akkor lássuk, ma sikerül-e. Aztán gondoltam, hogy amíg odaérek a benzin, illetve a gázkútra, addig elmesélek nektek egy történetet. Mai nap eléggé felzaklatott, hogy milyen emberek vannak ezen a világon. Szóval ott kezdem, hogy nem messze tőlünk van egy kis tó, oda leszoktunk járni egyet sétálni kisfiammal, kutyusokkal, teszünk egy tókört, és ott a tónál van egy ház. Ugye itt sokan sétálnak, ez kifejezetten egy ilyen sétáló terület, ahol szabadidőt lehet eltölteni, lehet, ugye van röplabdapálya is, egy ilyen strandröplabdapálya is ott, meg hát sokan vannak nyáron, fürdenek is abba a tóba, meg egyébként is egy nagy sétáló terület. De a lényeg az, van ott egy ilyen ház, ami előtt van egy garázs. Ez a házhoz tartozik ez a garázs, de ott megy el az út a ház előtt, tehát elválasztja az út, amin az autók is járnak, elválasztja a házat a garázstól. Na, a lényeg az, hogy ez a garázs ez a házhoz tartozik, van ott a garázs mellett egy kis picike zöld terület, egy nagyon picike, tényleg egy ilyen kis, egy ilyen téglalap alakú kis zöld terület, ami szintén ehhez a garázshoz tartozik, ki is van írva, hogy privát ehhez a zöld területhez, hogy oda ne parkoljanak, meg ugye egyáltalán. Na, ott kezdem, hogy ugye voltunk már többször is itt sétálni, és ez az ember, aki abban a házban lakik, nyáron szokott kirakni oda egy ilyen padot is magának, és ráfestette, hogy privát, hogy arra nehogy ráüljön bárki, mert az az ő padja, oké. Most a kutyák ugye elvégzik a dolgukat, nálam van az acskó, szépen felszedem, és a kutya elvégezte a dolgát, de persze pont oda, ahol ez a terület van, annak az embernek a területe, de nincsen elkerítve kerítéssel. Hát a kutya meg oda kakált egyet, én felszedtem egyből, de már ott is volt az ember, hogy ne oda szarassuk a kutyánkat, az az ő privát területe, mondom, jó. Aztán Múltkor, amikor szintén itt sétáltunk, kisfiam úgy akart menni, hogy nem ott azon a sétáló részen, hanem így kívül a főúton, és akkor ott meg meglátta, hogy onnan le lehet ugrani egy ilyen kis kő emelvény, amin van végül is a garázs, meg minden. De lényeg, hogy mentünk ott az úton, ő meg ott le akart ugrani, aztán le is ugrott. A ember egyből ott volt, hogy mit csinálunk mi? Hát mondom, sétálunk. Mert hogy az egy privát hely, és akkor mi ott ne sétálgassunk csak. Már nem is szóltam semmit, de jó ideges lettem. Nincs elkerítve, meg semmi. Amire ki van írva, hogy konkrétan, hogy privát, hogy nehogy oda parkoljon valaki, oda nem mentünk. Csak elmentünk a garázsa mellett, ami mondom, nincs elkerítve, meg semmi. Mert a kisfiam le akart ugrani. Hát 2 éves kisgyerek, hát megy, amit ér, amit lát, nem volt elkerítve, meg mikárt csináltunk, elmentünk a garázsa mellett, aztán leugrott onnan. Nem is szóltam semmit, de mondom, ideges voltam.
Ma megint megyünk ott, kisfiam persze megint ott akart menni, de mondom, jó, ott nem ugrunk le, nem megyünk oda be az ő területére, csak ott elmegyünk a főúton, az ő területe mellett. És még csak közelítettük meg a magát a főutat, ami ugye közterület, már nyílik az ajtó, jön ki az ember, úgy kezdi, hey Freund, így kezdi, hey jó barát, ugye hey barát, múltkor megmondtam, hogy de ne menjetek, mert ez privát terület. Na, engem elöntött a szar, és elküldtem az édesanyjába, és hát mondtam neki, hogy áslok, meg ilyenek. Még nem is voltunk a területén, ő már jön ki, és már szól, hogy ott nem mászkáljunk. Milyen ember az ilyen? Nem, egyszerűen nem tudom fölfogni. Azt látja, hogy ott egy kisgyerek, és képes kijönni, de mondom, még megsült, még oda se értünk az ő területére, és már nyílik az ajtó, és már jön. Gyerekek, ez az ember, ez ott ül az ablakba egész nap, és azt figyeli, hogy ki jár arra, akinek beszólhat. Ez az egyetlen öröme az életbe, remélem, hogy ez az egyetlen öröme az életbe, hogy ő valakinek ott beszólhat. De elküldtem az anyjába, egyébként elszakadt a cérna. Nem tudom megérteni az ilyen emberket. Tehát biztos volt veletek is az az érzés, amikor így legszívesebben oda mennél, és így agyon rugdosnád a fejét. Ezt komolyan mondom. Miért élnek ilyen emberek? Hogy annyira zavarja, hogy mivel ott sokan sétálnak, gondolom többen is ráültek már padjára, vagy rámentek a füvére, miért nem keríti el? Vegyen egy olcsó kis kerítés, nem is kell nagy. Egy kis szaros kerítést vesz az obiba, leveri oda a földre, és kész. Onnan már látja az ember, hogy oké, el van kerítve, nem lépem át, mert ilyen kis kerítésre gondolok, amit csak így átlépsz. De akkor már látja az ember, hogy oké, el van kerítve, nem akarja, hogy rálépje füvére, nem lépsz rá, hát nem vagy bunkó. De nem keríti el. Ül az ablakba, és azt figyeli, hogy ki jár arra, kinek szólhat be. Én nagyon ideges voltam. Én egy fél napig ilyenkor ideges vagyok nagyon. Az ilyen ember az miért él? Komolyan. És most nem lehet azt mondani, hogy az ember könnyen ilyenkor, na mert a ilyen meg olyan osztrákok, ugye? De van ilyen mindenhol. Nem hiszem, hogy máshol nincs ilyen, de hogy nagyon fel tudja cseszni az agyamat, az ilyen, az biztos. Szóval milyen ember az ilyen, de tényleg? Meg mondtam neki, hogy hívjál rendőrt. Hívjál rendőrt, a seggfej. Ezt mit mond a rendőrnek, hogy ha nem elkerített füvére rálépett egy kis gyerek? Vagy mi? Gyerekek. Na mindegy, megjöttünk tankolni. Akkor nézzük, hogy ma összejön-e. Remény hal meg utoljára, ugye? Na, tehát a szisztéma ugyanaz. Kell nekem egy tankolókártya. Valamint meg kell jegyeznem, hogy 9292. Ez egész könnyű megjegyezni. 9292. Kell nekem egy sisak. Ugye egy rostélyos sisak. Meg egy kesztyű. Na lássuk, sikerre járunk. Eddig jó, nem írja a gép, hogy földelés. Úgyhogy akkor talán meg lesz az oldva. Kártyába bejutunk. Rárakom a földelést. Először is.
Milyen koszos itt. Jó. Akkor írjuk be a kódot. 9292. A kárte, oké. Bitte tanken. Na. Szerintem most sikerrel járok. Először is kifújjuk. Na itt kamerával megfigyelik ám az embert, hogyha ezeket a lépéseket nem csinál meg, akkor baj lehet. Na. Jók vagyunk. Jó ki vagyok fogyva egyébként, mert elvileg ugye 1003-at elmegy egy tankolással, de csomót állt. A csomó légnemű gáz az távozott az autóból, úgyhogy jó kifogytam. Na most menni fog. Na nyomassuk. Egy euró 925 cent. Majdnem 2 euró. Egy kiló. Kemény. 300 kiló biztos belemegy, még egy picivel több is szerintem. Na ennyi. 324 kiló. Ilyenkor még várni kell, nem egyből oda menni, aztán levenni róla, hanem meg kell várni, amíg itt a gép lezárja magát, és akkor kiírja, hogy end. Vége. Na most. És akkor ugye, amivel itt kezdünk, az nem a földelést veszük le, azt hagyjuk egész végig, hanem először a tankoló pisztolyt, vagy nem tudom minek mondja. Aztán megint kifújjuk. Kifújjuk megint itt is. Így. És jöhet a földelés. Sukon. Jött a földelés vissza. Ennyi volt. Megyünk a számláért. Kezem lefagyott. Na, meg is érkeztem. Sachsen telephely. Kirakom ezt a 6 darab üres palettát, ami fenn van. Aztán irány aludni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Találkozunk a következőben. Sziasztok!